A franciák nem adják fel, hetek óta sztrájkolnak és tüntetnek a nyugdíjreform terve ellen, aki pedig nem szó nélkül elviseli a tiltakozás szülte hétköznapi nehézségeket. Az egyik legkomolyabb megpróbáltatás a városi tömegközlekedés és a vasút leállása, illetve hogy csak a törvényben előírt minimális szolgáltatást nyújtja. Laurent azt meséli, hogy így kezdődik minden reggel már december 5-e óta, felállítják standjaikat a peronok mellett. Több bajuk is van a kormány reformtervével. A pontgyűjtős szisztéma és a nyugdíj megállapításának elve sem tetszik nekik, mert az nem csak az utolsó 6 hónap, hanem minden munkában töltött év keresetét venné alapul. A nyugdíjkorhatára vonatkozó új szabályt is méltatlannak érzik. Az ugyanis megengedi ugyan, hogy 62 évesen letegyék a munkát, de aki 64 éves kora előtt vonul nyugdíjba, 5%-kal kevesebb pénzt kap. A vasútnál eddig úgy volt, hogy a mozdonyvezetők nyugdíjazási átlagéletkora 53 év, a többi vasúti dolgozói pedig 58 év volt. A kormány az ő esetükben hajlandó lenne a fokozatos emelésre, de nekik ez nem elég. Le préalable c'est le retrait de ce projet. Le gouvernement le sait, doit mesurer aussi la colère qu'il y a dans le pays et en prendre la mesure. A retrait pur et simple de la réforme des retraites. A teljes visszavonulás elég messze van attól, amit Emmanuel Macron még eltűr, mondja az Euronews tudósítója. A köztársasági elnök ragaszkodik ehhez a tervhez, és gyors megegyezést sürget. Csak hogy az új nyugdíjkorhatárt még a leginkább reformpárti szakszervezeti tömörülés sem fogadja el, és a kutatások szerint ebben a franciák többsége egyetért velük. A kormánypárt 20 képviselője előállt egy új javaslattal. Szerintük van megoldás a nyugdíjkorhatár vitára. Egyikük azt magyarázza, hogy a nyugdíjkorhatárt egyénre szabva kellene megállapítani, nem csak a munkában töltött évek számát, hanem a foglalkozás miben létét is tekintetbe véve. Utóbbi ugyanis befolyásolja a várható életkort, márpedig az 60 fölött akár 10 év különbséget is jelenthet. Úgy tűnik, hogy a kormány hajlandó volna engedményeket tenni a nyugdíjasok foglalkoztatása és az embert próbáló szakmák terén. A következő tárgyalási fordulót péntekre tűzték ki, eközben a szakszervezetek már meghirdették hétvégi demonstrációjukat.